Na jó, amíg én anyával oda vagyok ezen a programon, nem mehetek be a szobámba, érthető? Oké, rendben. Oh, jaj, már Emma, mégis mit gondolsz, mit csinálnánk mi ott? A hercegnő ide játszanánk, vagy mi? Nem értelek. Tényleg. Hát azt éppen nem, de a múltkor is megtaláltátok az eldugott édességet, és elloptátok, bizony. Hát, ha na, ki tudja, lehet, hogy ma is találunk ott valamit. Mit gondolsz? A helyedben nem tenném, Julián. Be van kamerázva a szobám, úgyhogy figyelni foglak. Tabu a szobám, okés? Gondolod, Julián, hogy Emmának tényleg be van kamerázva a szobája? Nem hinném. Anya, kész vagyok, mehetünk! Mindjárt, egy perc. Szóval, Martin, akkor minden okés lesz veled és a gyerekekkel? Persze, ismerem Hannát és Juliánt. Minden rendben lesz. Ne aggódj már, kérlek, jó? Nyugi. Oké, mert nem akarok telefonhívást kapni, hogy az egyik ők, vagy esetleg mindkettő a kórházban landolt. Érted? Na, puszi. Na oké, nekem ez már nagyon nyálas. Na, én mentem. Hé, kicsi emmám, nem akarsz apától elköszönni? Adj már egy puszit. De persze, szia, apa. És léci, figyelj a többiekre, nem mehetnek a szobámba, és nem lopatják el az édességemet. Oké, apa? Jó van. Minden okés lesz. Ne aggódj, jó? Jó van, elmentünk. Az első nap csak egy próbanap lesz. Na, ha tetszett, akkor még maradunk lehet, jó? Persze, maradjatok csak nyugodtan. Én kezemben tartom itthon a dolgokat. Legalábbis remélem, hogy nem a kórházban fogunk kikötni. Ó, sziasztok, jók legyetek! Sziasztok! Szerintetek azért csukta be Emma a szobáját, mert tényleg édességet rejtett el? Julian, szó se lehet, hogy... Mi? Édesség? Akkor hozz nekem is. A legjobb az a hosszú, édes kukac. Anya, remélem, hogy lesz kakaó, vagy visszaforduljunk érte, szerinted? Ah, dehogy is, biztos lesz az is. Vagy ha nem, akkor majd veszünk a boltban, nyugi, jó? Nyugodj meg, cicám. Anya, miért álltál meg? Már itt is vagyunk? Persze, nincs messze Playmobil várostól. 20 perc volt csak. Ó, meg is érkeztek az első vendégeink. Üdvözöljük önöket az Anyagyerek Hotelben. Örülök, hogy épségben megérkeztek hozzánk. Ó, köszönjük szépen. Örülünk, hogy itt lehetünk. Jó napot, Emma Fögel vagyok. Örülök, hogy megismerhetem. Muszáj, hogy jó benyomást tegyek, ne ugyanja mérges legyen. Üdvözöllek, az én nevem Ingeborg. Segítek, viszem a táskádat, add csak ide, nyugodtan. Dehogy is, el a kezekkel, az én táskám is nagyon értékes. Hallja? Kész. Ó, nagyon harapos kedvében van a lánya. Na jó, menjünk. Hát igen, Emma, kérlek, működj már egy kicsit együtt másokkal, jó? Ó, nagyon szép ez a hotel. Biztos 5 csillagos, ha nem tévedek. Hát nézem csak. Aha, ja, jól néz ki. Klassz. Örülök, hogy tetszik önöknek. Mi már mindent előkészítettünk. Készen van a szobájuk is. Méghozzá a 102-es lesz az önök szobája. Ha valamire szükségük van, csak szóljanak nyugodtan. Rendben, köszönjük. A szobájuk egy 3 ágyas. Érezzék jó magukat. De hát miért? Mi csak ketten vagyunk. Nem akarunk egy idegent a szobánkba, ugye, anya? Nyugalom, Emma. Lehet a 3. ágy nincs is lefoglalva. Nézzük meg. Ó, de jó kényelmes ez az ágy. Jobb is, mint az otthoni. De tényleg? Jó, van, anya, pihenjél. Én addig megnézem a szobát. Ó, ez mi ez? Ez csecsemő ágy? Én ebben nem fogok aludni, csak szólok, anya. Nem kell ott aludnod. Nézd, ez az ágy hatalmas. Aludhatsz itt mellettem. Jó? Hát én már kinőttem abból, hogy a ti ágyatokba aludjak, de igazad van, ez jobb sokkal. Júj, és jót lehet rajta birkózni. Gyere, anya, birkózz le! Elnézést a zavarásért. Azért jöttem, hogy csoport megbeszélésük lesz. Mit csinál azzal a gyerekkel? Mászom már le róla, vagy hívom a rendőrséget. Hé! Jó van, anya, te nyertél. Mász le rólam. Ugyan már csak birkóztunk. Szoktunk néha. Semmi komoly. Ugye, Emma? Így van. Tök jó volt. Értem. Kicsit másnak tűnt. Na mindegy. Nem sokára kezdődik a vizitorna. Örömmel várjuk önöket is. Bizony, anya. Egy nemzetközi birkózó bajnok, anya. Igen. Anyám, birkózó bajnok, anyám.
Na jó van, ha önök mondják, érezzék jó magukat majd a vízitornán. Viszlát! De hát amúgy meg, hogy jött be ilyen gyorsan? Nem volt becsukva az ajtó, Emma? És te, drágám, hogy mondhatál olyat, hogy európai birkózó bajnok vagyok? Ah, nem találhatsz ki ilyeneket, de tényleg. Ah, Emma. Ugyan már, anya. Igenis, hadd féljen tőled mindenki. Én akarok egyszer birkózó lenni, azt tuti. Ó, remélem nem hideg a víz. Biztos jó lesz. Nézd, Emma, vannak más gyerekek is itt. Ott, látod? Igen, látom. Sziasztok! Emma vagyok. Örülök, hogy megismerlek titeket. Szia, Ben vagyok. Én meg Tom. Én Marion vagyok. Én pedig Saskia. Sziasztok, én Claudia Főge vagyok, ő pedig a lányom, Emma. Figyelj, te fiú vagy, vagy lány, mert nincs hosszú hajad. Hm? Milyen kérdés ez? Lány vagyok, nem minden lánynak van ám hosszú haja. Anya, micsoda bemutatkozás volt ez. Azt mondták, hogy nem vagyok lány, mert nincs hosszú hajam. Anya. Ugyan már, Emma, biztosan jó fejek amúgy. Ne aggódj, drágám, jó? Hm? Egy kis türelmet kérünk, nem sokára jön a vízioktatónk. Hoppá, egy gyermek karúszó nélkül nálunk, ez nem engedélyezett, kérem. De hát miért nem? A lányom már tud úszni. Hm? Neki nem kell már ilyen úszó. Micsoda válasz? Ez a szabályzat, és ennyi? De én tudok úszni, nem fogok felvenni karúszót, ahogyan pelenkát sem. Ezek már rég a múlté. Kérem! Higgy el, Emma tud úszni. Bizonyíthatom. Nos, ez a Claudia, hogy mer szembeszállni a hotel szabályával? Én ezt nem tenném. Mi inkább viselünk karúszót, nem hiszem, hogy tudna úszni. Én sem. Akkor vállalja a felelősséget? Akkor rendben. Persze. Ó, az a hang nem, mintha valami suliba lennénk. Mégis hogy képzeli? Hogy beszél ez velünk? Hát nem vagyunk már csecsemők. Ugye, anya? Szóval itt is vagyok, hölgyeim, kezdődhet a vízi fitness. Szóval, Emma, kezdődik az óra. Ne vedd nagyon komolyan, csak érezd jól magad. Rendben, drágám. Kezeket a magasba, így mi, szuper! Mindenki! Ügyesek vagytok! Szupi! Jó van, anya, úgyis tök úcsi ez az egész. Nyugi, Emma, ott vannak a gyerekek, játszatok egy kicsit, jó? Szóval azt mondtad, tudsz úszni. Hol tanultál megúszni? Nem vagy nagyobb nálunk, hány éves vagy? 4 körülbelül? Vagy 3? Hm? Nem, dehogy is! Nézzük csak, hogy úszol. Na? Hey, mit csináltok ti itt? Hey, lefele a lányomról, de gyorsan! Hey, állj, mi folyik ott hátul? Anya, ezek a víz a lányomtak, meg akarták nézni, hogy hogy úszok. Igen, kicsim, láttam, de jó vagy? Vizet nyeltél? Még mit nem? Nem hiszem, hogy az én gyerekem a víz a lányomot volna valakit, ezek csak hazudnak. Hihetetlen. Anya, elhiheted, nem csináltam semmit. Bizony. Látja, maga hazudik. Az én gyerekem nem tenne ilyet, úgyhogy maga hazudik. Ez a napnál is világosabb. Hogy mi? Én nem hazudok, hát a saját szememmel láttam, amit láttam. A kicsiben rálépett a lányomra. Mégis mit képzel? Na jó van, anya, nekem semmi kedvem itt vizitornázni. Menjünk már innen, ez olyan hülyeség. Jó van, Emma, igazad van, menjünk. Hú, micsoda kezdete ez a közös anya-gyerek programnak. Na. Jó van, hölgyeim, akkor folytassuk az órát. Milyen kis béna volt, már nem is tud úszni. Jaja. Gyere, Emma, menjünk, pihenjünk egyet, nézzük a tévét, jó? Oké, nézzünk Peppa Malacot. Rendelünk pizzát is? Hm? Na nézzük. Na nézzük, mi van itt. Hát, tudtam, ez sem ide való. Hey, mit keres maga itt? Ha? Elnézést, én a hotel dolgozója vagyok. Találtál valamit a keresés során? Hm? Mégis mit jelentsen ez? Mit keresnek itt maguk? Hát ez a szobaszerviz. Bizony. Úgyhogy csak nyugalom. Mi itt lehetünk bent. Ezt találtam, cukorkák. Nagyon sok cukorral.
És akkor mi van? Ezt otthonról hoztam, ha megéheznék itt. Nincs ebben semmi rossz. Bizony. Na persze, az anya ezzel tömi a gyerekét. Ez nem szép. Így van. És ez itt, ezen a programon nem megengedett. Nincs cukor. És csokoládé, és semmi ilyesmi se. De ez milyen már? Nekem meg van engedve. Ehetek belőle egy-két darabot. Az nem tilos. A nézd, anya, most elvették. Már ne is haragudjanak, de igazat kell adnom a lányomnak. Én megengedtem neki. És mit képzelnek, hogy az engedélyünk nélkül ide bejönnek és átnézik a cuccainkat? Halló? Az hihetetlen. Ennyi. Ez a szabály. Tetszik vagy sem. Be kell tartani. Édesség nem megengedett és nem behozható sem otthonról. Úgyhogy, ha nem tetszik, akkor lehet menni. Akkor ezt meg is beszéltük. Ugye, Emma? Aha, igen. Menjünk. Ha, megjöttünk, rövid volt, ugyan, de itthon vagyunk. Gyerekek, gyorsan kifelé, már itthon is vannak! Gyorsan, gyorsan!